Kimegyek a lakásból, kimegyek a lépcsőházból, elmegyek a boltba és visszajövök. Kíváncsi vagyok, hogy kerekesszékben hogyan fog ez kinézni. Hogy hogyan lehet úgy beszállni, hogy itt az ajtót be lehessen csukni. Nem tudok belemenni a liftbe sehogy se kerekesszékkel, úgy igazából a lépcsőházban maradtam. Közben kiderítettem, hogy ha ezt fölhajtom, van itt egy pöcök, ha ezt megnyomom, akkor be lehet hajtani. Sziasztok! Most már talán felkészültebben indulok el, és be is tudok szállni a liftbe. Amúgy kiderült, hogy nem csak azt szúrtam el, hanem például nem csomagoltam hátizsákot. Ugye megszoktam, ha elmegyek boltba, akkor kezembe hazahozom a cuccokat. Hát sajnos ez nem az. Tehát itt a kezemet menésre fogom használni, úgyhogy muszáj vinnem hátizsákot. Amúgy kiderült, hogy ez a történet igazából abszolút a fikció, mert hogyha én esetleg, ne adj Isten, kerekesszékbe kényszerülnék, el kellene hagynom az otthonomat, mert WC-re nem tudnék elmenni. Megnéztem, nem férnék be a WC-be. Tehát azért mennyire borzasztó az, hogyha valakivel történik valamilyen tragédia, akkor az első lépés az, hogy el kell hagynia az otthonát, ahol addig élt, mert a legalapvetőbb dolgokat nem tudja elvégezni, és ebbe bele se gondolunk. Nem gondolunk bele, hisz miért is gondolnánk bele, viszont van egy jó barátom, aki például 3 hónapra kerekesszékbe kényszerült lábműtét miatt. És akkor döbbent rá, hogy például nem tud elmenni fürdeni. És kívánom, hogy soha senkivel ne történjen meg ilyen, viszont akivel más sajnos megtörtént, azt próbáljuk meg úgy segíteni, ahogy tudjuk. De első körben kiderült, hogy például a hátizsákot hiába szereltem föl, ez beleér a hüllők közé, ami nem is gondoltam volna, úgyhogy ezt kell először valahogy eltüntetni. És ez tényleg csak egy olyan kis dolog, ami föl sem merült bennem, mikor hátizsákot pakoltam, tehát elvileg most már a hátizsák jó, és működik. Na, akkor beszállunk a liftbe, és akkor megnézzük. És akkor amit tegnap nem tudtam, azt most megcsinálom, hogy elvileg, jobb esetben tudom mozgatni a lábam, és akkor ezt így berakom, és akkor most elméletileg, várjál, kerék arrébb van, várjál, most elméletileg be fog csukódni a liftató. Te már nem férsz, mi? Akkor nem találkozunk. Vagy gyere utána. Na, akkor elmélet. Akkor a földszintre lejutottunk, és akkor most megnézzük, hogy hogy megyek ki a lépcsőházból. No, hát itt nem fogok lemenni, az biztos. Viszont szerencsére a lépcsőháznak van egy másik kijárata, úgyhogy akkor megpróbáljuk azt. Ez így elég félelmetesnek néz ki, ezt nem tudom bemerően próbálni. Megpróbálom azt, hogy befékezem a kereket, és ide kapaszkodom. Nem tudom. Aha, ez megy magától. Ez nagyon brutális. Csúszik magától. Na itt keresve is. Úgy, hogy totál be van fékezve a két kerék, úgy jövök. Aha, itt meg majd vigyázni kell, hogy óra fogunk, ugye? Aha. És ha most kiengedem a két kereket, akkor már esek? Nem. Ah. Na, hát lejutottam. Félelmetes volt, most akkor kimegyek ezen az ajtón. Az rohadt az ajtó! Na hát ezen a kis bukkanón nagyon nehéz volt följönni, komolyan már alig kapok levegőt, és egy ilyen vár rám. Ez nem látszik, de ezt helyettesíti egy ilyen, és ott megy fölfelé. Na hát ezt hogy fogom megcsinálni, fogalmam sincs.
Hát azt hiszem izomlázom, ez nagyon kemény. De hát, hogy valamerre meg lehetett volna ezt kerülni, de ez tűnt a legrövidebb útvonalnak. Hát nem a legrövidebb. Bevallom férfiasan, utolsó pár méternél már csaltam és toltam, mert visszagurultam volna. Tehát volt kettő olyan pillanat, amikor le kellett raknom a lábamat ahhoz, hogy ne boruljak teljesen föl. Mondom, lehet, hogy aki nap mindnap csinálja, az már megtanulta, de hát valamilyen áron ezt meg kell tanulni. Rohadt nehéz, úgyhogy itt majd visszaülök és folytatjuk. Autók mögül elég nehéz kilátni, tehát olyan rossz, hogy se engem nem látnak, se én nem látom a közeledő autókat, tehát szerintem ez is egy probléma így a zebránál. Ami szimpatikus, hogy a zebra akadálymentesített volt, bár az autók mögül tényleg nehéz kilátni, viszont elkezdtem brutálisan fázni a lábam, ugyanis hiába öltöztem fel, ugye a lábam nem mozog, a szél egyre erősebben fúj, úgyhogy most rájöttem, hogy általában szoktam látni kerekesszékes embereken takarót a lábukon, és ez nem véletlen, már borzasztóan fázik a lábam, nagyon brutális. Ami szimpatikus, hogy a bolt, ahova jövök, akadálymentesítve van, úgyhogy elvileg fel tudtam jönni, akkor bemegyek vásárolni, és akkor mindjárt jövök. Na hát úgy néz ki, körbe kell mennem, mert ezt most nem merem itt bepróbálni. Ott lakom fönn, abban a lépcsőházban, ott, és elvileg tök rövid lenne az út, gyakorlatilag viszont ez így nekem elég veszélyesnek tűnik. Mindegy, megpróbálom. Megpróbálom, hátha sikerül. Uh-huh. Igen, ez nem egyszerű, ugyanis lejt ez az egész oldalra, és én most nem tudtam volna lerakni a lábamat, valószínűleg borultam volna itt egy hatalmasat. Ezt a fordulást itt nem mertem bevállalni. Nagyon brutálisan néz ki. Na, akkor innen folytatjuk. Nem merem. Bevallom férfiasan, gyáva voltam, nem mertem itt lejönni. Nagyon, tehát annyira csúszik és annyira nehéz, szóval nem tudom, hogy ezt valaki bemerje próbálni, vagy valaki rá van kényszerítve, hogy lejöjjön, és lehet, hogy már tudja, hogy hogyan kell. Én most bevallom, őszintén féltem. Akkor visszaértünk a lépcsőházhoz. Hát szerintem a másik oldal az esélytelen. Tehát ugye ott a sok lépcső miatt esélytelen, úgyhogy itt kell majd valahogy visszajutnom. Hát kíváncsi leszek, hogy hogyan. Hát pedig itt csak seggel lehet. Nem tudok fölvenni. Jó, mert üvegek voltak benne. No, hát nem tudtam azon a rámpán följönni, de ha föl is tudtam volna, akkor lenne egy ilyenem. Aztán egy ilyenem. Iratkozz fel a csatornámra, oszd meg a videót és lájkold. Hát végül segítség nélkül nem tudtam bejutni, úgyhogy arra jutottam, hogy a városban való közlekedés igazából segítséggel lehetséges. Úgyhogy mi vagyunk azok az épp emberek, akik segíthetünk a kerekesszékeseknek. Hajrá!